A Fidesz-KDNP elsöprő példátlan politikai sikerének könyvelte el Lázár János az április 8-ai választás eredményét országosan és a választókerületben egyaránt. Véleménye szerint a szavazók ezzel kimondták, hogy stabil kormányt szeretnének és egy olyan jövőt, amelyben jól és biztonságosan érezhetik magukat. Hozzátette, hogy ez azonban mértékletességre és alázatosságra inti a győztes felet, hiszen mindenkit képviselniük kell. Személy szerint ezért is ajánlott együttműködést politikai ellenfeleinek. Az MSZP párbeszéd volt jelöltjével, Rója Istvánnal, mint elmondta, már találkozott is, úgy fogalmazott, őszintén és nyíltan tudtak beszélni egymással. Makó és a Makó környékbeliek nincsenek olyan jómódúak és nincsenek olyan gazdagok, hogy azt a luxust megengedjük magunknak, hogy az értelmes emberekről lemondunk. Ezért nagyon fontosnak tartottam, hogy találkozzam a Fidesz frakcióval és a polgármesterrel. Találkoztam Rója Istvánnal, és szervezem a találkozást Kis Attila jobbikos képviselőjelölttel is, és Mucsi Tamással, a DK vezetőjével is le szeretnék ülni. Szeretnék mindenkit megkérdezni arról, hogy mit kellene tennem képviselőként, milyen feladatokat szánnak nekem, mit várnak el tőlem. Tehát szeretnék minél több embert bevonni ebbe a munkába, és nem kirekeszteni bárkit is csak azért, mert másképp gondolkodik. Mert azt gondolom, hogy aki Makónél, az elsősorban makói, és csak utána fideszes, jobbikos vagy szocialista. Tehát mindenkinek az a fontos, hogy Makón az élet jobb legyen, és ehhez szeretném integrálni a helyi erőket. Tehát nem megosztó politikában gondolkodom, hanem integráló politikában gondolkodom. Lázár János kiemelte, hogy Makón kitüntetett bizalmat kapott, hiszen közel 3000-rel többen voksoltak rá most, mint 2014-ben. Úgy véli, hogy bár a város az elmúlt 4 év kormányzásának nagy nyertese volt, a következő időszak nagy meglepetése is lehet. Részesülhet komoly kormányzati támogatásban, nyitva van a kapu a fejlesztések és az elképzelések megvalósítása előtt, de én sehol nem tudom megmondani, hogy mit kell csinálni. Én abban lehetek jó szövetséges, hogyha a közösség, a település eldönti, hogy mit kell csinálni, mi az, ami neki jó, és abban kér tőlem segítséget, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Senki helyett nem akarom megmondani, hogy ott mi történjen. Nem akarok beleszólni a makóiak belső életébe, a kövegyiek, királyhegyesiek vagy a kiszomboriak életébe. Minden közösségnek magának kell eldönteni, hogy mit szeretne csinálni, és én ebben fogok megpróbálni segítséget nyújtani. Ezért fogok találkozni a képviselőtestületekkel, ezért fogok minél többet közösségekkel és emberekkel is beszélni arról, hogy hogyan lehetnek ezek a települések még jobbak, hogyan lehet őket jobbá tenni. Ez a célkitűzés, ez a terv, de Makó előtt nyitva a kapu, és Makón valóban példátlan nagy bizalmat kapta, ami óriási felelősség, meg is fogom szolgálni ezt a bizalmat, és nagyon remélem, hogy a közös munkánk eredményes lesz. Az országgyűlési képviselő televízióknak elmondta, pontosan ezért egy gesztus téve a makóiak felé, hamarosan a Marosparti településen veszi át mandátumát ünnepélyes keretek között. Ezt követően pedig a parlamentben és a választókerületben is megkezdi munkáját annak érdekében, hogy a térségben, sőt az egész országban egy olyan előrelépést tudjanak tenni, mellyel hazánk több évtized után végre felzárkózhat a nyugati életminőséghez.